とまた喫茶の空を。Azt a parancsot kaptuk még újoncként az alapkiképzés idején, hogy lövészgödröt kell ásni. No, akkor az úgynevezett nyúldombon, ahol a lövészek szoktak gyakorlatozni, egyszer csak azt mondta a parancsnok nekünk, teológus jelölteknek, hogy atyáim harchoz, és akkor teljes felszereléssel hasra kellett feküdnünk, és azt mondta, hogy most ássuk be magunkat, mert az ellenség támad. Sisak volt rajtunk, hátizsák, rengeteg felszerelés, és hasonfekve kezdjünk ásni egy gödröt, hogy meg tudjuk magunkat védeni egy ilyen fedezékbe vonulva. Először egy fekvő gödröt kellett ásni, és ezt fekve, agyagos talajban egy nyeklő-nyakló gyalogsági ásóval. Aztán később térdelő gödröt, majd álló gödröt is akartak velünk ásatni, és én akkor éreztem azt, hogy ezt a parancsot nem bírom véghez vinni. Elkezdtem imádkozni, és azt tapasztaltam meg, hogy még ebben a nehéz parancs teljesítésben is számíthattam az ő segítségére, mert sikerült kiásni először a fekvő, majd a térdelő lövészgödröt, és hát akkor már biztonságban voltunk. Persze nem volt ellenség, az egész csak játék volt. A végén azt mondták, hogy temessük vissza ezeket a gödröket. Mostanában ilyen parancsokat nem adnak, de van oltalom, ahol megtaláljuk a biztonságunkat. Jézus nyújtja ezt a fedezéket. Én nem vagyok gyalogos katona, csak Isten a szolgálat.